A Spoton közkedvelt gyógyszerforma a macska tartó körében, amely az állat bőrére csepegtetve hatékonyan véd a bolhák ellen. Egyetlen adag alkalmazása 4 hétig képes megelőzni az újrafertőződést. Az állaton lévő bolhákat pedig 24 órán belül elpusztítja a szer. A nyári szezonális ellenőrzés kapcsán ezt a készítményt is vizsgálták a népi szakemberei. Ezek azért egy elég változatos csoportot alkotnak, tehát nagyon sokféle hatóanyag szerepel ezekben a készítményekben, és hát körülbelül egy olyan 40-45 készítményről beszélünk, illetve hogyha ehhez hozzáveszünk, hogy minden készítménynek különböző kiszerelései, úgynevezett hatáserősségei léteznek, attól függően, hogy milyen mennyiségű hatóanyagot tartalmaznak, akkor már 80-85 készítményről is beszélünk. Mi most ezek közül választottunk ki véletlenszerűen 13-at, és ezek a készítményeket mintáztuk meg. Minden esetben a kereskedelemből vett mintákról van szó, tehát gyakorlatilag egy ilyen piacfelügyeleti ellenőrzést végeztünk. A vizsgálatot 2 részre bontották. A laboratóriumi ellenőrzés során a készítmények hatóanyagtartalmát, töltést, térfogatát és sűrűségét nézték. Itt semmilyen szabálytalanságot nem találtak. A vizsgálat másik részében a csomagolást és a használati utasítást elemezték. Ezeken szereplő információk is szigorúan meghatározottak, és amikor kiadjuk a forgalomba hozatali engedélyt, akkor meghatározzuk, hogy milyen információknak kell ezeken a dokumentumokon szerepelni. Most ezt hasonlítottuk össze a mintákon szereplő információkat és a forgalomba hozatali engedélyt, és itt tapasztaltunk bizonyos kisebb mértékű eltéréseket is, ahogy ezt jeleztük is egyébként a kommunikáció során, de ezek az eltérések nem voltak olyan mértékűek, hogy pénzbüntetést kellett volna kiszabjunk. Fölhívtuk a gyártók és a forgalmazók figyelmét arra, hogy ezt a hibát szüntessék meg, és természetesen után fogjuk követni ezeknek a készítményeknek a csomagolását, hogy megtörtént a hibáknak a kijavítása. Kulcsár Gábor kiemelte, nagyon fontos, hogy ne illegális forgalomból származó készítménnyel kezeljük a házi kedvenceket. Ezt legkönnyebben a népi által kiadott engedélyszámmal lehet leellenőrizni, amely a csomagoláson is szerepel. Illetve az általuk engedélyezett webshopokban található egy logó, amire ha rákattintunk, láthatjuk, hogy az adott oldal jogosult-e az állatgyógyászati termék távértékesítésére.